Csengeri Lilla dietetikussal fogunk beszélgetni. Szerbusz, Lilla! Szia, és üdvözlöm a nézőket is! Na, gyorsan vegyük sorra akkor a táplálkozással kapcsolatban azt a két fontos hátsarokkövet, amelyekről kevés szó esett az előző összeállításban, vagy beszélgetésben. Az egyik ugye az, hogy mit tehetünk a táplálkozás terén addig, amíg még nem alakult ki nálunk ez a, hát ugye nevezzük betegségnek, magas vérnyomás, és mit tehetünk akkor, amikor már kialakult nálunk ez a probléma. Igen, a doktornő nagyon jól összefoglalta, hogy miket tehetünk azért, ugye, hogy megelezzük a magas vérnyomást, és ebben benne volt az a táplálkozásnak a fontos szerepe is, ezt bontanám ki kicsit részletesebben. Ugye, amíg nem alakul ki a magas vérnyomás, akkor alapvetően az egészséges táplálkozásra kell figyelnünk. Ehhez nagyon jó tanácsokat ad nekünk a táplálkozási ajánlásunk, az okostányér. Ezt érdemes megnézni mindenkinek. Ez a régi táplálkozási piramisnak a megújítása egyébként. Arányaiban mutatja be azt egy tányér formájában, hogy a különböző élelmiszercsoportok hogyan szerepeljenek a táplálkozásunkban. Nagyon nagy szerepe van a zöldség és gyümölcsfogyasztásnak, ugye a tányérunknak a felét ez kell, hogy kitegye, tehát a napi étkezésünk felét. 5 adagnyi zöldség és gyümölcsöt fontos lenne elfogyasztanunk egy nap, ebből 3-4 adag zöldség legyen, és 1-2 adag gyümölcs. Ez mind a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében nagyon fontos, mint pedig a túlsúly elhízás megelőzése szempontjából is, és hát ahogy tudjuk, a túlsúly ugye a magas vérnyomásnak a rizikóját nagyon emeli. Aztán a tányérunknak a másik részén vannak a gabonafélék, amelyekből érdemes megjegyezni azt, hogy naponta legalább egyszer fontos lenne teljes értékű gabonát is fogyasztani, hiszen ezeknek a rost tartalma magasabb, vitamin és ásványanyag tartalmuk is magasabb. Ugye a teljes értékű az azt jelenti, hogy teljes kiörlésű. Kicsit nem. Különböző, a teljes értékű gabonákhoz tartoznak például a barnarizs, a bulgur, hajdina, kinoa, köles, és a teljes kiörlésű pedig azt jelenti, amikor lisztet készítenek ugye a gabonákból, és a teljes szemet őrlik, tehát magát a lisztet hívjuk teljes kiörlésűnek, mind a kettő nagyon értékes, érdemes ezeket a gabonákat beillesztenünk, mind alapvetően a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséért, mind pedig például a cukorbetegség ellen, hiszen ezek a gabonák lassan felszívódóak, így a vércukorszintünk is kiegyensúlyozott marad. Tőle sokkal tovább maradunk jól lakottak. És hát ugye az elhízás szempontjából is fontos ez a sokáig tartó jól lakottságérzet. Aztán az egészséges tányérunknak a utolsó részén, kisebb részében vannak a fehérje források, amelyeknél fontos az, hogy a sovány változatokat válasszuk, tehát ide tartoznak ugye a húsok, halak, tojás, tej és tejtermékek, és mind a túlsúly elhízás megelőzése szempontjából, mint minden szív- és érrendszeri betegség szempontjából nagyon fontos, hogy figyeljünk a zsírszegénységre, hiszen az állati zsírok növelik legjobban a vérzsírszinteket, illetve a zsíroknak a legmagasabb az energiatartalma, tehát hogyha több zsírt viszünk be, azzal jóval több energiát viszünk be, mint hogyha fehérjékből, szénhidrátokból viszünk be megfelelő mennyiséget. Ez nagyon érdekes, amit említesz, mert akkor ez félrevezető az a sokféle információ, amit ezzel kapcsolatban lehet olvasni vagy hallani, mert sok, hát nem tudom, életmód tanácsadó vagy személyjegyző szokta tanácsolni, hogy a zsírral nincs gond, a baj a cukorral és a rossz minőségű szénhidráttal van. Akkor most mi az igazság? Ezt el kell, hogy mondjam, hogy a táplálkozással kapcsolatban sajnos nagyon sok tévinformáció van, mind az interneten, mind akár személyjegyzők kapcsán. Ugye a táplálkozással dietetikus szakemberek foglalkoznak, ugye ehhez egy főiskolai vagy egyetemi végzettség kell, és tartózkodjunk attól, hogy magunk kezdjünk olvasgatni róla, mert mindent megtalálunk, és annak az ellentétét is. Az egészséges táplálkozásban a zsíroknak is van fontos szerepe, csak nagyon-nagyon mértékletesen kell őket fogyasztanunk. A napi energiabevitelünknek max. 30%-a lehet, és ott is törekednünk kell arra, hogy az állati zsírok minél kevesebb legyen, és főleg telítetlen növényi zsíradékokat, olajokat illeszünk be. Nagyon értékes zsíradékokat tartalmaznak például az olajos magvak, hidegen sajtott növényi olajok, mint például az extra szűz olívaolaj, tökmagolaj, de viszont ezeket az extra szűz olajokat érdemes hidegen használni, tehát például saláta tetejére, mert hőkezelés hatására jobban károsodnak, és hogyha csökkentjük az állati zsírokat, és arányban növeljük ezeket a telítetlen zsírsavakat tartalmazó növényi olajokat, az a szív- és érrendszerünk egészsége szempontjából is nagyon fontos.
hiszen ma már tudjuk, hogy ezek a telített zsírok, azok nagyon emelik a vérzsírszinteket, és például a koleszterin szintet dupla olyan arányban növelik, mint maga a bevitt koleszterin. Tehát a húsokból mindenképpen válasszuk a sovány változatokat, törekedjünk arra, hogy gyakrabban fogyasszunk szárnyast, annak is a soványabb részét, mint például csirkemell, pulykamell. Vörös húsok is fogyaszthatóak, de azokkal legyünk mértékletesebbek, ritkábban legyenek, és ott is válasszuk a soványabb részeket. Ugye itt a Kapocsi Judit doktornő is többször említette a sófogyasztással kapcsolatos aggodalmait, vagy hogy erre is érdemes figyelni, hogy mennyi sót fogyasztunk, és hogyan sózzuk az ételeket. Gondolom, hogy ennek van fontos jelentősége a megelőzésben is, tehát a hipertónia megelőzésében is, akkor is, hogyha már ugye kialakult nálunk. Így van. A magyar lakosság körülbelül az ajánlott mennyiségnek a háromszorosát fogyasztja sóból, tehát a megelőzés szempontjából is nagyon fontos lenne, hogy csökkentsük a sóbevitelt. Napi ajánlott mennyiség egyébként 5 g belőle, ami egy körülbelül egy teljes kanálnyi mennyiség, de viszont ez nem csak az ételekhez hozzáadott sóból áll, hanem az élelmiszereinkben lévő sóból is, és hát ma már tudjuk, hogy a leginkább az élelmiszerekkel viszünk be sok sót, tehát figyeljünk arra, hogy csökkentsük az ilyen sós nassok fogyasztását, mint chips, ropi, sós kekszek, sós olajos magvak, és figyeljünk arra, hogy az ételkészítésnél is minél kevesebb sót használjunk, igyekezzünk zöld fűszerekkel helyettesíteni, és az is egy lényeges még, hogy igazából a sós íznek a szeretete, az csak egy megszokás. Uh-huh. Tehát, hogyha egy 3-4 hétig igyekszünk lejjebb vinni fokozatosan, csak egy pár grammal kevesebbet teszünk az ételbe, akkor ezt szép fokozatosan csökkentjük, akkor észre se vesszük, hogy kevésbé sós, és nagyon jól hozzá tudjuk magunkat szoktatni a kevésbé sós ízekhez. Tehát akkor végül is, ami fontos, a tudatosság, és az, hogy bármit is szoktunk meg, vagy bármiről is gondoljuk úgy, hogy ez nekünk elengedhetetlen vagy nélkülözhetetlen, át tudjuk nevelni vagy programozni egy kicsit magunkat, és akkor egészségesebben tudunk étkezni. Csengeri Lila dietetikusnak köszönöm a tanácsokat, és hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm szépen.